A falhoz szorították, majd megmotozták a civil ruhás rendőrök a férfit. A felvételt a rendőrség munkatársai Budapesten készítették. A képeken Tolna megyei nyomozók láthatóak, amint egy olyan bűnözőt fognak el, aki ellen korábban 6-szor adtak ki körözést. A férfi korábban Dombóváron követett el csalás bűncselekményt. Ennek kapcsán került sor első körben a férfi belföldi elfogató parancsának elrendelésére, majd néhány hónappal később, még 2017 áprilisában európai elfogató parancsot is elrendeltek a férfivel szemben. A többszörös csalással gyanúsított férfi a Tolna és Somogy megyék határán található Inán pusztán élt. Most onnan közel 180 kilométerre kell börtönbe vonulnia. A férfi elfogását követően őt a Budapesti Büntetésvégrehajtási Intézetbe szállították. A vele szembeni eljárások a jövőben is folyamatban lesznek. Vagyis a csalásokkal gyanúsított férfinak minden egyes vádpontért felelnie kell majd.